Dolgos kis kezek készítették papírból a nyuszikat, ajtódíszeket, azonban nem csak a gyerekek, hanem a nagyszülők, szülők is segíthettek az óvodásoknak. Már hagyományosan rendezték meg a húsvéti játszóházat a sátorajóújhelyi Szent Margit katolikus óvodában. Több évvel ezelőtt indult el ez a kezdeményezés, hogy a szülőknek és a gyerekeknek is legyen lehetőségük a közös kézműveskedésre. Azonban nem csak a régi motorosokat várták a programra, hanem a leendő óvisokat is, akik betekintést nyerhettek az óvoda közösségébe. Újházi Gáborné óvodapedagógus elmondása szerint mindig szívesen készülnek erre az eseményre. Ötletelünk és próbálunk olyan dolgokat kitalálni, amik a gyerekeknek is kedvenc lesz. Ilyenkor eljönnek a gyerekek szüleikkel, beülnek a kis játszóházunkba, együtt tevékenykednek, készítenek húsvéti, tavaszi díszeket, és nagy szeretettel várjuk őket minden egyes alkalommal, nem csak őket, hanem még a leendő új óvisokat is, és akkor együtt töltünk egy kis együtt egy játszó délutánt. Ahogy visszanézzük az elmúlt éveket, nagyon jól szokták érezni magukat, felszabadulnak, eleinte kicsit még visszahúzódóbbak, de utána, amikor már leülnek és tevékenykednek együtt, akkor nagyon szeretnek itt lenni, együtt dolgozni. Van, amikor a szülők még jobban érzik magukat, mint a gyerekek. Katolikus óvodaként nem maradhat el a közös éneklés sem, amiben Misi atya segített a gyerekeknek. Aki énekel, az kétszer imádkozik, ugye Szent Ágostonnak a mondatát, azt elmondtam a gyerekeknek, és hát gyakorlatilag együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk, és ugye a gyerekekkel nagyon jó ezeket az imádságokat elénekelni, mert a felnőtt ember számára hallani ezeket az imádságokat, ezeket a Isten dicsőítő zsoltárokat, az mindig egy öröm. Ilyenkor a felnőtt tud csodálkozni arra, hogy igazából csak ennyi van szükség a keresztény ember életében. Ez az egyszerűség, ami a gyerekekben van. A gyerekek és a szüleik ezen az alkalmon is jól érezték magukat, valamint a délután folyamán a kézműves foglalkozásba Misi atya is szívesen csatlakozott az óvodásokhoz.